A Yaris is japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Meghozni azt a döntést, hogy lehet nekem hobbi autóm, nagyon nehéz volt, mert egyszerűen nem éreztem helyesnek. Tehát 2022 volt, éppen elszállt az infláció, elkezdődött az orosz-ukrán háború, ott volt az akkor éppen újszülött gyerekem, és nem éreztem felnőtt érett dolognak azt, hogy én egy 20 éves japán kis autóba borítsam a megtakarításaimat. Viszont azért el kell mondani, hogy volt ebben egy támogató párom, ami nyilván nagyon sokat számít, mert hogy ő is szereti ezt az autót, és amikor időnként el tudunk menni ketten és bele tudunk ülni, az egy olyasfajta párterápia, hogy ilyen nagy szavakkal dobálózzak, amire egyszerűen szükségünk volt, és boldoggá tesz. És amikor így láttam, hogy működik, hogy belefér, hogy az az autó tulajdonképpen annyi pénzt kér otthonról, amennyit én éppen rá akarok szánni, mert hogyha nem használom, akkor nem kerül pénzbe. Van az elcsépelt közhely, hogy a hobbi autó vagy a projektautó az sosincs kész. Én ezzel amúgy nem feltétlenül értek egyet, mert bár ez az autó sincs kész, eljutottam vele egy olyan állapotba, amit nagyjából 10 éve álmodtam meg. És bár erről az autóról volt egy halom szerelős, meg használós videó, ahol pályáztam vele, meg ahol építgettük, de hogy összességében miért van ez, mivel a célom, és hogy hova jutottunk el, arról még sosem beszéltem. Úgyhogy ebben a mai videóban most jól bemutatom a saját autómat. Kicsit több mint 2 évvel ezelőtt vettem ezt az autót, akkor volt benne 271-2000 kilométer, most már azért túl van a 290 ezeren, tehát hobbi autó mércével viszonylag sokat tudok vele menni, ami tök jó. Ugyanakkor kicsit megrémít, hogy azért a Priusszal is elmegyek évi 15-öt nagyjából, tehát hogy nyomasztóan sokat ülök autóban. De amikor megvettem, iszonyatosan ütöttek a fékek, valamit kezdeni kellett vele, úgyhogy Rolanddal fölpatítottunk egy TRV tárcsabetét szettet, ami nagyon jó, mert igazából versenypályás megterhelésnél, tehát még ilyen ennek az autóval a mércéjével mérve hosszabb pályákon, mint az Euroring, tök jól működik, nem megy el, nem féd el, egy kicsit sikerült megüvegelni, de utána az lekopott róla és visszatért az a jó kis határozott nyomáspont és fékerő. Most a fékfolyadék cserével fogok operálni, beleteszek egy nagyobb hőtűrésű fékfolyadékot, ez egy fontos előrelépés lesz arra az évi nagyjából 5-6 versenypályás alkalomra, amire kijutok vele. Aztán szintén fontos, hogy a hossznyúlványok nagyon oda voltak, ezeket megcsináltattam, ez egy ilyen durván 250 000 forintos tétel volt, ott tudtam meg, hogy például a klíma az árcsökkentő vagy növelő tényező, ugyanis hogyha megvan a légkondi, akkor ki kell bontani a hűtőt és egyebeket, hogy meg tudják csinálni a hossznyúlványokat, ezért az itt több pénzbe kerül. Ez vettem hozzá egy szabvány Tomiát a javítóelemet, pontosabban ez nem igaz, mert járt az autóhoz a javítóelem, és pusztán ennek a felcsípését kellett megoldani. Alapesetben játszós autót már nem biztos, hogy vettem volna 270 000 kilométer fölött, de az autó már 2 éve egy barátomnál volt, tehát úgy ismertem az előéletét, tudtam, hogy a motoron kicserélték az összes temítést és hasonlókat, és ő úgy adta oda nekem, hogy nem fogyasztja az olajat. Lásd csodát, tényleg nem fogyasztja az olajat, pedig a pályanapon van, hogy 60-70 percen keresztül csak 5000 fölött megy. Ez ugye a klasszikus BP6D, az NB motorok vége, ezzel a motorral búcsúzott a széria. Azért fontos megkülönböztetni, mert volt ugye a VVT nélküli 1.8, ami 141-2 lóerő, meg van a VVT-s, ami 146-7 lóerő. Nyilván nem ez számít, hanem hogy mivel vált a szelepvezérlés, ezért nem kókad be 6000-nél, hanem 5 és 7000 között még viszonylag jól használható, és alul relatíve nyomatékos, már amennyire nyomatékosnak nevezhetünk egy 20 éves 1.8-as szívómotort. A motor alapvetően tényleg nincs probléma, tehát nem fogyasztja az olajat, nem füstöl, szépen jár hidegen, melegen, nem melegszik, nem eszi a vizet. Ez gondolom, hogy egy kiforrott, nagyon jó konstrukció, nem meglepő, hiszen a széria végéről származik, hogyha az ember nem csinál valami ocsortány nagy hülyeséget, akkor nem tehet benne kárt. Nagyon kellemes hangja van, nagyon jó a karaktere, és múltkor el kellett mennem Győrbe országúton, nagyon ráérősbe, 6 litert fogyaszt. Nyilván városban meg versenypályán akármennyit.
Ironikus volt, hogy pont a hátsó futóművet szereltem, ugye volt két nagy rozsdás lengőkarom, amiket rozsdamentes lengőkarokra cseréltem, amikor az autó alatt megjelent egy hatalmas folt a műhely előtt. Na, akkor derült ki, hogy a 20 éves hűtő az elköszönt, nem történt nagyon semmi, itt az évek során a rendszeres hőterhelés miatt elengedett a ragasztó, felpúposodott és kinyomta a vizet. 50 pár ezer forintba került bele egy Nissens hűtő, ez egy jobb minőségű, nyilván nálam már nem fog kiderülni, hogy mennyire tartós, mert 5-6 évet még valószínűleg a rossz is elmegy belőle, de egy tök nagy sikerélmény volt nekem, hogy önállóan kicseréltem a hűtőt, mert még korábban nem csináltam ilyet. Nem mondanám ezt egy tuning autónak is, amit én csináltam rajta, az sem tuning, de elvégeztem rajta néhány talán modernizálást, amivel így 2024 kompatibilis lett ez az amúgy a, még a bőven a 80-as évek végén gyökerező konstrukció, de el kellett végeznem ezeket a javításokat ahhoz, hogy értelme legyen fejleszteni, mert ugye egy rossz autót, egy rossz műszaki állapotban lévő autót szerintem a legnagyobb hülyeség átalakítani. Na de, mondtam, hogy kicseréltem a lengőkarokat. Erre azért volt szükség, mert tudtam, hogy amikor majd gátlót cserélek, akkor garantáltan bele fog törni a berohadt csavar, úgyhogy inkább vettem egy pár lengőkart, homokoltam, festettem és beépítettem, majd pedig Rezsnyák Tamás a Dadis Motorsporttól csinált nekem 4 darab gyári Bilstein gátlót. Ugye megvásárolta az autóhoz tartozó 25 eurós bontott gátlószettet, szétszette, revíziózta, majd beszelepelte, behangolta ennek az autónak a súlyához. Fölrakja egy 4-kerekes mérlegre, beméri, és utána kitalálja a megfelelő csillapítás kombinációt, ami az élvezetes használathoz kell. Na most erről egy komplett videónk van, grafikonokkal, mérésekkel, gyönyörű szép Öhrlins alkatrészekkel, meg mindenféle nagyon-nagyon-nagyon high-end gátlókkal, nézzétek meg, beteszem ide a linket alulra, ott látszik a komplett folyamat. A lényeg az, hogy azt mondta nekem, hogy ő a nyugat-európai szerepelést Magyarországra nem érzi indokoltnak, szeretné, hogyha egy kicsit többet lennének a kerekeim az úton, jobb lenne a tapadásom féktávon meg ilyenek, úgyhogy egy rallisabb jellegű szerepelést csinál ebbe a gátlóba. Nem nagyon tudtam elképzelni, hogy ez milyen lehet, de amikor elkészült, akkor tényleg olyan lett az autó, most valamivel feszesebb, de eszméletlen sokat mozog alatta a futómű. Nem érzem azt a jellegzetes érzést rossz úton, amikor beleállok a fékbe, hogy így megyek tovább, mint amit a gyári gátlókkal csinált. Érdekes, hogy volt egy kísérletem szintén egy gyári Bilsteinszettel és egy, hát mondjuk azt, hogy hozzátartozó 40-es ültetőrugóval az autó élhetetlenül kemény lett, mindenhol leért, ne csináljatok ilyet, teljesen elment a roll center, néha így végállásba kiakadt a kormány, és erőből kellett visszatépni. Ágó Béla tök jól el tudnám mondani, hogy miért nem szabad így autót tuningolni. Én nyilván a saját hülyeségemen tanultam meg, hogy miért nem jó az agyatlan ültetés. Ti se ültessetek, csak a kis kertbe otthon, mert azt legalább a nagy értékelni fogja. Na de, ezzel a gátlószettel csináltunk egy futóműbeállítást. Montusnál az első kerékdőlés és az első futómű geometria tökéletes. Az autó azt hiszem most fél vagy egy centivel alacsonyabb, mint a legalacsonyabb gyári MX-5 magasság, ami hát szerintem még belefér, nem is szokott nagyon leérni. Hátul még gondolkodom egy egész pici dőlésen, ugye ezek a futóművek excenter csavarokkal nagyjából végtelen kombinációban állíthatók, széttartás, összetartás, dőlés, minden egyéb, mert hogy versenypályán, amikor kiterhel a kanyarokba, még mindig inkább a gumi szélét eszi egy kicsit, elől viszont tökéletes a kopáskép, most már nem eszi a guminak a szélét, tehát gyorsabb lett az autó, az egyértelmű, tehát végeztem méréseket, az M-ringen majdnem 2 másodpercet javult ezzel a futóművel az autó, pusztán csak azért, mert arra megy, amerre szeretném, nem pedig oda, ahova akar, nem lötyög, mint egy ilyen gumimatrac a Balatonon. Arról nem beszél, hogy utcán is biztonságosabb, mert ezeken a jófajta utakon, amikor pattog, akkor mindig lent van a kerék, és nem villog az ABS visszajelző a fékezéseknél, hanem megáll az autó. Amióta Olivernél dolgozom, és ott van a műhely, azóta van egy új élmény, ez pedig a tanulás élménye. Én bölcsész vagyok, nem szégyellem, szeretem minden az ehhez kapcsolódó dolgot, én is tök jókat tudok röhögni a sztereotípiákon, de egy nagyon elméleti csávó vagyok, ez nyilván látszik a tartalmaimon is. Viszont amióta foglalkozom ezzel az autóval, és megcsinálok rajta ezt, tehát hogy egy gátlócserét most már a kettős kereszt lengőkaros futóművön egyedül lehozok egy óra alatt,
ezek mind olyan dolgok, hogy tanultam valami kézzelfoghatót, aminek tehát van egy olyan általam elvégzett munka, amit nem néhány papírlapban vagy egy marék bitben lehet mérni, amikor beraktam a 4 gátlót az autó alá, és kimentem bele egy versenypályára, és a stopper azt mutatta, hogy 2 másodperccel gyorsabb, akkor azt így fel tudtam mutatni, hogy ezt én is csináltam, mert nyilván nem akarom elvenni az érdemet a Dadis futóműtől, mert nyilván ebben az ő több éves tapasztalatuk van benne, de hozzátettem, és ez egy nagyon-nagyon felszabadító érzés, mert tényleg elkészült az első gátlóvariáns, alátettem, hát nem tudtam vele leállni a csáposról, mert annyira alacsony lett. Akkor ez így nyilván nem jó. Jó. Csapó 2. Akkor kiszerel, új gátló kiszerel, megérkezik az új rugó, de csak hátra volt megfelelő keménységű rugó, előre szükség volt Pogácsákra. Ó, a rohadt életbe, honnan lesz Pogácsám? Akkor felhívtam Torzen Tomit. Torzen Tomi azt mondta, egyet se félj, gyorsan leforgácsoljuk. Oké, megcsinálta. Első futómű megint szétborít, megint szétszed. És ezek mind olyan dolgok voltak, hogy akkor ott azt éreztem, hogy szívem szerint felgyújtanám. Viszont mire elkészült, és jó lett, és nem csak az óra szerint lett jobb, hanem egy nagyon-nagyon jó élmény lett használni az autót, onnantól kezdve egy annyira átható jóságérzet önti el az ember szívét, hogy ebben benne van a saját munkája, hogy az átszenvedett éjszakák. Csak az volt valami 4 vagy 5 óra, amíg így föl leemelgettem az autót, hogy beállítsam a hasmagasságát, hogy ne érjen le sehol, hogy jól álljon a futómű geometria, hogy rendesen működjön a kinematika, ilyenek. Tehát csak ezzel elcsesztem 4 órát, egy komplett éjszakán át bent ültem a telepen és emelgettem az autót. Viszont elnézést, Nyuszi majdnem átszaladt. Viszont mire sikerült? Egy ilyen nagyon jó leső érzés öltött el, hogy ez megint én voltam. Ugyanezt éreztem a hűtőnél, ugyanezt érzem minden kisebb javításnál. Arról nem beszélve, hogy eszméletlen jó embereket ismerek meg az autó kapcsán. Tehát nyilván, és ugye itt van Roland, évek óta a barátom, nagyon sokat segített ebben, hogy működjön. Állított nekem átmeneti futóművet. Ott van Dani, aki szintén napi munkája mellett azért mindig oda tudott jönni, és tudott mondani egy-egy jó ötletet, amikor valami nem adta ki. De hogy például megismertem tényleg Rezsnyák Tomit, vagy Torzen Tomit, meg még egy halom Tomit, Reményi Tomit, ugye Tomi a táncol, hogy megismertem nagyon sok Tomit, akikkel jó kapcsolatot ápolok. Vagy hát ott van Gyuri, aki az új műszerek kábelezését végezte, és ezek mind olyan kapcsolatok, amik így megmaradnak, és hogy az ember csak tanul. Úgyhogy azt hiszem, nem is annyira a lefaragott körítők, nem is annyira a végigfűzött szerpentinek, hanem az a mérhetetlen mennyiségű tanulás a lényege ennek az egésznek, hogy az ember mindig egy kicsit több lesz. Hogy ez a tudás mennyire hasznos, azt nem tudom megmondani, mert nagyon kifelé van a világ a belső égésből. Ezt ugye tudjuk, ez ugye egyértelmű, ez ugye evidencia. És az a tudás, amit most én felszedek, az még lehet, hogy 5-10-15 évig releváns, aztán megy a kukába. De ettől függetlenül tanulni mindig jó. És én fordítottam Bibliát Perzsáról, ami talán egy picit feleslegesebb tudás, mint az, hogy tudom, hogy hogy áll össze egy ilyen jellegű roadsternek a futómű geometriája. Ahogy arról az elején szó volt, ennek az autónak a konstrukciója még bőven a 80-as években gyökerezik. 89-ben jelent meg ugye az NA, tudjátok, a bukólámpás, és az ND az tulajdonképpen annak a nagyon erősen továbbfejlesztett változata, de sokat elárul a két autó viszonyáról, hogyha mondjuk futómű alkatrészeket akarsz vásárolni, akkor azt úgy teszik föl a webshopokba, hogy NA per NV, mert hogy mindkettőhöz jó. És hogyha egy autó alatt csereszabatosak mondjuk a gátlók, azért az sokat elárul arról, hogy mennyire sok közük van egymáshoz. De hát a 80-as években még nem vették olyan komolyan az életben maradás fontosságát, mint mondjuk 10 évvel később, vagy 20 évvel később, ezért, hogyha ez az autó felborul, akkor a szélvédő kerete nem bírja el, összeomlik, és lefejez a saját autód, ami nem egy ideális életállapot. Úgyhogy én vettem egy szélterelő konzolt, amire föl tudtam rögzíteni ezt a remek szélterelőt, hogy ne fújjon be a szél.
Viszont ez egy olyan szélterelő konzol, hogyha véletlen megborul az autó, akkor megtartja a súlyát, ugyanis 12 darab csavar rögzíti a hossznyúlványokra. Ebben Tomiata volt a segítségemre, ugyanis ezt a csövet úgy vettem meg, mint hogy MX-5 ND-be való, de aztán kiderült, hogy a mester meglehetősen nagy ráhagyásokkal dolgozott, úgyhogy alakítani kellett rajta, nem keveset, ezt csinálta meg Tomiata, és ő is építette be az autóba. Nyilván minimális kompromisszumokkal jár ennek a Bentley-e, de többre tartom az életben maradásomat, viszont a kompromisszumokról majd később a lehetséges fejlesztéseknél. A lényeg az, hogy bekerült ez a szélterelő konzol, ami azért is nagyon-nagyon hasznos, mert fel lehet rá tenni a bikini topot, ami az egyik legjobb extra, amit az ember MX-5-höz beszerezhet. Mindenki azt hiszi, hogy kabriózni jó, de kabriózni valójában reggel jó másfél órát, meg naplemente környékén másfél órát, a kettő között szénné éget a napsugárzás. Erre jó a bikini top! Megfogja a nap perzselő sugarait, viszont mivel oldalt meg hátul nyitva van, megmarad a nyitott élmény, megkapod a szelet, megkapod a szellőt, azt az érzést, ami miatt igazából nyitott autót vásároltál. Most ez egy kereskedelmi forgalomban nem kapható termék, nekem az MX-5-ös körökben ismert Brankó készítette. Tök érdekes, mert ugye ez itt egy régi MX-5 tető, amit egy szabás minta mentén megvarnak, az úgynevezett Frankenstein csavarokba akasztott be. A Frankenstein csavarnak ugye az a dolga, hogy erre rögzülne a kemény tető, hogyha lenne értelme kemény tetőt használni, de nagyon nincs. Kap egy ilyen merevítőt itt keresztbe, ami azért kell, hogy megkeletkezzen a fejtér kényelmesen, egy-egy tépőzárra rögzíted, és itt hosszába még betámaszt neki egy mankóból készített hosszrút, tehát mintha mondjuk egy targának a T-top teteje lenne. És ezért is jó, hogy bent van ez a masszívabb szélterelő konzol, mert szépen rá tud támasztani a bikinitető. Tényleg annyira jó élmény vele autózni egy meleg nyári napon, hogy az hihetetlen. Aztán, amikor meg lement a nap, vagy naplemente van, és már élveznéd egy kicsit a sugarakat, összetekered, berakod a csomagtartóba, és autózol tovább. Volt egy komplett adásunk arról, hogy Nyíregyházi Gyulival beépítettük a satszoló műszereket. Hát elég furcsa értékeket mutatnak, mert például a hűtővizem, oké, hogy az az ág, azon az ágon van a szenzor, ami a motorból a hűtőbe megy, tehát hogy ott melegebb a víz, de elég gyakran van 100 fok felett, miközben a motor termodinamikailag teljesen egészséges. Aztán az olajhőmérsékletem is viszonylag hamar 120 fok fölé megy, ami nekem gyanús, hogy egy kicsit több, mint a valós érték. Bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy nem a hengerfejben van a szenzor, ahol igazán indokolt lenne, hanem az olaj szűrő alatt egy ilyen sandwich pléten. Az olajnyomásnak megadom. Én azt szoktam mondani, hogy ezek a műszerek tájékoztató jellegűek. Tehát, hogyha mondjuk nagyon elfekszik az olajhőmérséklet a pirosba, akkor már el kell venni róla a parazsat. De ez igazából csak versenypályán fordul elő, hogy fölmászik 120 fok felé. Országúton nekem legalábbis nincs tököm annyira meghajtani, meg a bennem élő józan paraszt nem akarja annyira meghajtani, hogy 120 fok fölé menjen az olaj. Az autó most nagyságrendekkel szebb, mint amikor hozzám került. Ebben egyrészt benne van Imelda keze, aki kölcsönkérte polírozó vizsgamunka alapnak az autót, és azt ő is mondta, hogy hát azért látszik rajta a 20 év meg a 300 ezer kilométer. Rengeteg kő van az elején, ami hát szerencsére nem kezd el rozsdásodni, mert a géptető az alul, de mondjuk a szélvédőkereten még van, és itt azért már pettyedzik, ahol kapott köveket. Viszont, hogy az autó már nagyon elvékonyodott a lak, tehát ennek kéne egy telifény, meg egy teljes lakkozás, mielőtt komolyabb dolgokat csinálnak vele. Utána viszont elkerült Győrbe a NASCAR detailinghez, ahol feldobtak rá egy teljes kerámiát, nyilván a megfelelő előkészítés után, és atya ég, úgy dobja a vizet. Tehát tényleg szinte le se kell törölni autómosás után az autót, tehát most nem töröltem le, és nézzétek meg, így néz ki, ragyog. Erre 5 év garanciát vállalnak, hát nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy fogja bírni. Az biztos, hogy az autó esztétikailag egy komplett nagyságrendet lépett, mert úgy néz ki. És sokkal kevesebb tapadnak rá a bogarak, kevésbé tapadnak rá a bogarak, sokkal jobban ledobja a szennyeződéseket. Tényleg zseniális. Csodálatos érzés, hogy ez az autó ebben a formában megvalósult, és nem tudok elég hálás lenni mindenkinek, aki hozzátett valamit, mert tényleg, amikor 24 évesen megvettem az elsőt, erről álmodtam. Legyen egy ND-m, ami alatt van egy jobb futómű, ami alatt van egy bika szélterelő konzol, és úgy összességében egy jó autó. Csak abból a szétrohadt 1.6-os
facelift előtti 98-as évjáratú MB-ből egyszerűen nem volt értelme megcsinálni, meg akkor egy olyan élethelyzetben voltam, hogy kellett is a nagyobb autó, eladtam. Nagyon érdekes amúgy, hogy azt gondoltam, hogy amikor minden nap MX-5-tel jártam, mert az volt a napi autóm, azzal mentem mindenhova, akkor, hogy így nekem ebből elég. Egy életre. Kiszerettem belőle, meguntam, elteltem vele. Aztán időről időre mindenféle barátaim néha kölcsönadták az autóikat, jobbakat, rosszabbakat, és elkezdtem azt érezni, hogy igazából azért untam meg az MX-5-ezést, mert kötelező volt mindig mindent azzal csinálni. És onnantól kezdve, hogy meglett a Prius, teljesen indokoltnak éreztem azt, hogy legyen egy olyan autóm, amiben néha beleülök, és néha élvezem. És ezt az az autó ezt tökéletesen tudja, és tulajdonképpen ettől kezdtem el rá újra vágyni, ettől szerettem meg újra, hogy nem volt kötelező minden nap használni, hanem csak akkor ülök bele, amikor tényleg szeretem. Ezért nem érdekel, hogy nem működik a klíma, mert hogyha 40 fokos kánikula van, akkor nem akarok beleülni. Nincs hozzá téli kerékszet, mert hóban, sárban nem akarok beleülni. Ezt az autót most csak akkor használom, amikor szeretném, és pont ettől egy csodálatos. Bízom benne, hogy majd mondjuk a fiamnak is lesz egy-két jó emléke arról, amikor itt ül mellettem a gyerekülésben, és gurulunk le a nagymamához Esztergomba a Pilisen át, vagy a Dunakanyar körúton, vagy mondjuk kora este a 10-esen, amikor élhető. Mert Isten tudja miért, de van benne Isofix. Tehát egy 2003-as Mazda MX-5-ről beszélünk, és van benne Isofix rögzítés. Azt sem tudtam, hogy akkor még létezett ez a szabvány, vagy hát ki gondolt arra, hogy az MX-5-tel majd valaki gyereket fog odahordani. Minden esetre akárki is volt, roppant hálás vagyok neki, mert beültetni akár a páromat, akár a fiamat egy nagyon-nagyon felszabadító érzés, mert olyankor az ember egy kicsit igazolva érzi, hogy ez most itt nem a puszta önzés, hanem egy kicsit a családról is szól. De hát eleve a hobbi autózás egy meglehetősen önző műfaj, ugye, tudjuk. Akárhogy is, amikor 24 évesen meglett a fekete MX-5, a rozsdabogja, a 800 ezeres szerencsétlenség, amiből azért autó lett, akkor ezt képzeltem el, hogy egy ilyet szeretnék, most 33 vagyok, és összejött. És hogy milyen az ember? Élvezem, imádom. De már megy az intenzív fejben kúrás, hogy mi lesz a következő. Már hívogatom a bontókat, már túrom a cikkszámokat, hogy mit mivel lehet összerakni, mert ott szeretnék még egy picit jobban elmerülni az autóépítésben, hogy még több amúgy elavuló és felesleges tudást szerezzek. De hogy közben meg itt van, és imádom, és itt lóg a fejem felett, hogy most tényleg adjam el, hogy legyen valami bizonytalan kimenetelű, hogy van egy jó autóm, amiből lesz egy, ki tudja milyen? Hát nem tudom, de nyilván van ennek egy tartalomgyártói oldala is, hogyha én szívok valamilyen szerencsétlen kráháccsal, akkor azt ti csak élvezitek. Úgyhogy szerintem meg fogom lépni. És bízom benne, hogy ennek az autónak megtalálok egy olyan gazdát, aki értékelni tudja. Mert így most mondjuk azt, hogy ez egy 20%-ban pálya, 80%-ban utcai autó, a lehető legminimálisabb kompromisszumokkal minden tekintetben. Nagyon-nagyon szeretem. És hogyha nem jön be az a másik projekt, és rajtam marad, és ez lesz az utolsó hobbi autóm, hát panaszkodni akkor sem fogok. Csodálatos kis autó, állandó hivatkozási pont marad az életemben, az autóteszkjeimben, meg úgy mindenben. És mikor beleülök, nem akarok többet. Jártam én R8-assal, AMG Mercikkel, Porsche-kkal. Nagyon-nagyon kevés olyan autó van, amiből rossz visszaülni. Talán csak Fiesta ST, 911-es Porsche, az Alpine 110, ilyen különlegességek, amikhez szerencsére amúgy is ritkán jutok hozzá. Na, azok után tényleg egy nyomorult szerencsétlenségnek tűnik az MX-öd. Viszont a hét minden más napján egyszerűen tökéletes.